Óriási a kánikula Magyarországon, közel 40 fokot is mértek az országban, és sorra dőlnek a melegrekordok. De hogy lehet kibírni ezt a hőséget? Erről kérdeztük a járókelőket Budapesten. Víz és Forma 1-es versenyautó, ez a kettő mindig kell adni. Nekem nagyon-nagyon melegen van, de nem csak nekem, általában mindenkinek. Otthon légkondi van, az meg. Légkondi, hát az anélkül nem lehet kibírni. Az előző napokhoz képest nem olyan vészes, most ez a 32 fok, az eddigi 37 az áldás. És hát védekezni napteljel kéne, de nem szoktam. Nem szeretem a légkondit, lehúzott redőnyökkel. Brutálisan forró az aszfalt, úgyhogy kemény, kemény. Úgy várom, hogy visszaérek vidékre. Légkondi nincsen sajnos, de földszinten lakom, ami eddig hűvösnek bizonyult így nyáron, de most már azért nehéz. Milyen volt a metróban az idő? Meleg. Szauna. Folyamatos vízutánpótlás, otthon légkondival védekezünk a meleg ellen. A macskák nehezen bírják otthon is, még légkondi ellenére is a meleget. Szinte a parkettán fekszenek mindig. Vizet kap a kutya, és segítünk neki, csinálok neki ilyen vizes törölközőt, amit egy picit berakok a fagyóba egyébként, és akkor azt úgy nagyon szeret rajta hűsölni.